Sziasztok, Oli vagyok, és hát itt van egy újabb videó, már is egy újabb videó az SVGO-hoz. Hát akkor március hírek kettő. Na most két dolog van, ami most jött ki nem olyan régen, most gondolkodom rajta, hogy esetleg érdemes lehet odafigyelni. Az egyik ugye, hogy a Calcestris, ugye egyrészt kapjuk bónusz láda ajándékként, másrészt pedig gyorsított fázisba kiesett. És ugyanez elmondható a másik négy emberre is, ugye, hiszen gyakorlatilag egy hónapon belül jött ki az egész. Tehát azt jelenti, hogy érdemes odafigyelni, mert ezek most fognak kiesni egymás után. Tehát a Calcestris az kiesett, ugye a Cereyunda, a Merin, Tarful, meg a Sogarera az mind most fog gyorsított fázisba kerülni. Esetleg el lehet gondolkodni, hogy az ember elindul ennek a Journey Guide-on esetleg. Tehát azt jelenti a Journey. Hiszen itt több ember is értelmes, tehát azt jelenti, hogy bár őt, hogyha megnézzük a státuszt, őt ugye csak a Tier 3-ba teszi, tehát nem mondja erősnek, ugye hiszen van Tier 4, meg Tier 5 emberek, nagyon állat emberek. De hát az a helyzet, hogy a Calcestris ugye az nagyon jól berakható, hogyha kinyomja az ember a raid teambe, és a Jedi Knight Calcestris meg nagyon jól berakható a öreglökének a öreglökje mögé, tehát a JML-nek a csapatába, tehát ez egy Galactic Legend Lifter, tehát az a helyzet, hogy és a többi ember is, ugye, tehát hogyha megnézi az ember a Cereyunda, az a Ufut egy nagyon erős leader az Ufuna, Merin nagyon jó beilleszhető és megerősíti a Night Sistert. Hát a Tarfut, én nem tudom, hogy akarom-e vagy nem, de tehát előleg össze lehet belőle pakolni egy Wookie bandát. A Sogarerát is mondják, hogy jó, én nem néztem igazából utána. Ettől függetlenül ezek az emberek használhatóak. Tehát azt jelenti, hogy nem úgy van, hogy azért, hogy meglegyen az egy ember, kiraktam öt használhatatlan ember, hanem elvileg mind az öt akár használható lehet. Hát esetleg érdemes odafigyelni, hogy gyorsított státuszba fognak kerülni, és akkor elkezdeni esetleg tervezgetni velük. Jó, ez lenne az egyik hír. Na és akkor folytassuk itt kint a developer, a fórumnak a developer részén, és akkor volt róla már szó, hogy a Datacronokból jön az új set, ez a 14-es most jelen pillanatban ez lesz. Na és ugye megszűnik a 12-es, ez a borzalom, és helyette lesz egy jobb, úgy néz ki, hogy jobb. Maradunk 1-3-nál, tehát most már teljesen ráálltak, hogy ez a 3-5-7, ez most már úgy látszik teljesen el kell felejteni. És akkor nézzük bele, hogy mik vannak. Tehát az alaptulajdonságok azok normálisak szerintem, tehát azt jelenti, hogy nem ilyen speciál, nem tudom milyen resistance, meg nem tudom, tehát ilyen fogalmam sincs, ez 4 hónappal ezelőtt kitaláltak valami ügyességet, de szerencsére ezt gyorsan elfelejtették. Tehát ezek normális dolgoknak tűnnek. Jó. Ami nagyon fontos, lesz Dark Side és Light Side, tehát nem megy a féloldalas, nem lesz féloldalas, mint tudom, egy évvel ezelőtt még állandóan divat volt, hogy szivassák az embereket, tehát lehet mind a kettőre gyűjteni. Jó, és akkor nézzük meg a factionokat. A Light Side-ból lesz Jedi meg Resistance, szerintem elég durva, és a másik meg még durvább szerintem, szeparatista és Sith, tehát főleg kiemelném a Sith-eket. Vagy fél évig más se csinálták, csak a Sith-eket erősítették a játékba, tehát most meg még hozzáraknak Datacron, tehát emberhalál lesz, én úgy gondolom, tehát nagyon-nagyon durva, hogy a Sith-ek kapnak Datacront, mindenkire túlélést kívánok, hogy mi lesz itt, jó? És akkor nézzünk bele a karakterekbe, nem szoktam, de feladjunk végig, tehát Kellerembek, ugye az újaknak adnak, tehát azt jelenti, hogy a Kellerembeknek, meg majd itt a kicsit lejövünk Stepnek, ugye, meg majd a Darth Bane-nek, tehát azt jelenti, hogy ezek vadi új karakterek is most kapnak Datacron
jár hozzájuk valamiféle datakron lehetőség. Ezt a Kit Fisto, én nem tudom kinek van meg. A Jenny Knight Calcasis sincs meg nekem, tehát az már azért lehet, hogy megvan egy-két embernek. A CAM, az dögöljenek meg. Tehát az, hogy nem lehet gyakorlatilag normálisan megszerezni a CAM-ot. Gyakorlatilag senki nem csinálja a Lightside Go-t, mi se csináljuk, mert nem csak arról van szó, hogy csinálhatnánk, de egyszerűen ott a kamos küldetést, ugye azt bad batch-el kell csinálni gyakorlatilag, és az nagyon kevés embernek, még most is nagyon kevés embernek van meg a klánból, ugye. De alapvetően aki a Lord Vader-re megy, az annak ugye alapból kötelező, hogy megcsinálja valamilyen szinten, de hogy igazából hát nekem is csak annyi van, hogy nincsen rajtuk egy zéta se, pedig a Bad Batch az egy nagyon jó team. Jó, Windu az egy értelmes dolog, tehát azt jelenti, hogy azt sokan szeretik, és erős Winduk vannak kint, tehát ez egy erős választás lehet. Itt meg valahogy eltábláltatozták a dolgot, mert a Holdo az már Resistance. Na most, tehát van a Holdo, szerintem én egyébként nagyon kedvelem a Holdot, mert tud gyógyítani, és nem nagyon, a rezisztanszok nem nagyon tudnak gyógyítani. Jó, BB-8, tehát a BB-8 az eléggé háttérbe szorul, és hát ha itt ezzel majd valami értelmes dolgot lehet csinálni. Finn, tehát ez az alap Finn, gondolom. Tehát én úgy gondolom, hogy a GR-ra hajaznak itt már inkább, tehát azt jelenti, hogy a lifter karakterrel Finn lead, erre hajaznak itt a Holdot, vagy a Fint meg lehet erősíteni, és akkor a másodlagos Resistance csapat az erős lesz. Jó, és a Rey, és szerintem ez a fő Rey, tehát a Galactic Legend Rey lesz majd egy olyan, hogyha véletlenül valahogy mégis megölik, akkor 100% health-szel feltámad. Köszönjük szépen. Jó, nézzük a szeparatistákat, és akkor jön a step, ugye, tehát nem is beszélek róla, mert ez a kutyának nincsen meg szerintem. Trench nekem sincs meg, de ez már meg lehet, tehát azt jelenti, hogy ez egy conquest karakter, ez már lehet meg valakinek. Láthatólag nagyon átgondolták, mert akkor a szöveg van mellett, hogy el sem merem olvasni. És most jön a poén, tehát van itt egy Count Dooku, meg itt is van egy Count Dooku. Hát ez hogy lehet? Hát kérem szépen, a Count Dooku, mint szeparatista, ez meg Count Dooku, mint Sith kaphat két különböző fajta datakront kaphat egy ember. Nyilván kettő datakront nem lehet rátenni egy csapatra, de ez egy vicc, tehát hogy két különböző féleképpen lehet megtámogatni egy karaktert, ilyet még nem láttunk. Egyébként, ha valakinek ki van nyomva a Geno csapata, hát szerintem ez egy rohadt geci lesz, ez a Genosian Spy. Tehát azt jelenti, hogy alapvetően a Spy öl, és akkor itt van, azt mondja, hogy ha véletlenül adtak out of turn, gyakorlatilag mindig, akkor ő azt mondja, hogy 20%-ot gyógyul health-be, meg protection-be. Hát, dököljetek meg, ez így állat. Jó, Bane-re nem foglalkozok, tehát ez annyira új. És akkor van egy Sidious, ezt úgy megtámogatták, hogy ezt sem merem elolvasni. A Sith Assassin meg nagyon kevés embernek van meg, tehát ezzel sem érdemes foglalkozni. Tehát ami érdekes lehet szerintem a Sidious meg a Dooku, és a Dookut kétféleképpen is meg lehet támogatni, és látjuk, hogy azért visszafogták magukat. Tehát a Trench az érdekes lehet, ha valakinek megvan, a step az ugye nagyon új, és ami szerintem nagyon érdekes, az a Windu, és a Resistance-ból a Finn meg a Rey, ez lesz az, ami erős lesz szerintem, és érdekes lehet vele foglalkozni. Hát, jó, mindegy. A lényeg, hogy
aminek én nagyon örülök ebbe a datakról szedbe, hogy normális dolgok vannak, tehát nem őrült hülyeségek vannak benne, és a másik pedig az, hogy van dark side és light side, tehát nekem ezek a lényeges dolog, az, hogy Jedi Resistance meg szeparatista szint, hát jó. Van egy tonna ilyen csapatom, úgyhogy tök jó be fogom tudni rakni, de én az egyedi emberekre úgy látom, nem nagyon fogok rámenni. Jó, azt hiszem ennyit akartam, tehát összefoglalva a dolgot, tehát a Calcastris és bandája az ugye szép lassan eseget ki majd gyorsított státuszba, tehát érdemes esetleg elgondolkodni, hogy elkezdi formulni az ember az őket, a másik pedig jön az új datakranszet, és akkor ez lesz benne. Még gondolom lassan majd meg is lehet venni, ha már bejelentették, akkor valószínűleg a datakron shopban meg is fog jelenni. Én nem fogok vele foglalkozni, majd csak akkor kijön a Conquest, és akkor onnan elkezdem majd formálni. Jó, ennyi volt mára, és akkor sziasztok mindenkinek, jó játékot!